és kapod a felvádó üdvözőjelet. Engedd meg, hogy... Van egy jól van? Így jól van való? És így kell? Nem, meg. Engedd meg, hogy születésnapod alkalmában üdvözöljelek. Neked hát küles. És az én születésnapom? Arra. Azért, mert nekem ez egy igazi születésnapom? Igen, és hoztam neked ajándékot. A másik körülbelül születésnapom? Ajándék. Nekem? Neked. Ez is a születésnapom? Amiatt, és én hoztam neked egy légömböt. Légömböt? Ezt a nagy buborékot gondolom, amit felszok fújni. És olyan színes. Arra, illetve igazán sajnálom különös, de ahogy futottam hozzád, az orromra puffantam és... Ó, minő szerencsétlenség. Biztosan nagyon gyorsan futottál mászka, de ugye nem ütötted meg magad? Én nem különös, de kérdez, a légyom az bizony szétpuffan. Én születésnapi légyom. Ennyi. Engedd meg, hogy izé születésnapod van számában. Ez az? Igen. Nagyon köszönöm, Marcika. Igazán nagyon-nagyon köszönöm. És van csak, meg tudnám mondani, hogy milyen színű volt? Ugye csak, amikor még igen volt. Piros. Mindjárt gondoltam, piros, kedvenc színe. És mekkora volt? Akkora, mint jó magam. Akkora, mint Marcika. Kedvenc vagy? Jó reggelt, Füles! Gratulálok a születésnaphoz! Köszönöm, Marco! Nagyon hoztam egy ajándékot is. Már megkaptam. Egy nagyon praktikus kis csupor. Lehet benne mindenfelét tartani. Például varrótűt, meg gombostűt, meg ilyeneket. A légőm, amit nem lehet nézni. Dehogyis a légőm az sokkal nagyobb, az nem fér bele. De az legyen nem olyan. Éppen belefér. Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen be lehet tenni a praktikus csuporba. Én is gondoltam, mindjárt legjobb lesz, egy kis praktikus csuprot adok neked. A nyuszira ne hallgass! Rám hallgass! Hallgass rám! Ugyan az igaz! Ugye érted, Malacka? Mert így is olyan szertelen és rakoncátlan, hogy kicsit ránkba kellene szedni. Mit szólsz hozzá, Malacka? Hát te, Mici Matko? Hogyne! De hogy? Hát, ebben nektek feltétlenül igazatok van. De milyen ránkba szedésről beszélsz, Nyuszi? Éppen ez az. Hát, Mici Matko, ugye te nem is figyeltél arra, hogy Nyuszi álmodott. De igenis figyeltem, de a alfülemre egy kicsit meg vagyok külve. Mondd el, ismételnéd még egyszer? Arról van szó, hogy Tigrisből ki kell szedni a féktelenséget. Mert ha ugyan az ember szereti is őt, az az egy tagadhatatlan, hogy bizony féktelenkedik. Nekem van egy jó eszmém, hallgassatok ide! Elcsaljuk Tigris valami jó messzi valomba, magányos helyre, ahol még sose volt. Aztán ott hagyjuk. Másnap reggel érte megyünk, de jól ide figyeljetek. Meglássátok, mennyire megváltozott. Egészen más tigris lesz belőle. És ugyan miért? Azért, mert egy alázatos és szerény tigris lesz ott belőle. Szomorú, mélapús, bánatos kis állattá válik. Olyan... Jaj, de örülök, hogy láthatlak, Nyuszi. Megjavulna. De azért örülni fog nekünk. Nekem meg Malackának. Persze. Akkor jó? Én ugyanaztán nem szeretném, ha mindig szomorú maradnak. A tigrisek nem maradnak szomorúak. Bámulatos gyorsasággal teszik túl. Egyszer megkérdeztem Bagyot, hogy biztos legyek benne. Hát ő is azt mondta, hogy... Igenis. Bámulatos gyorsasággal. De elég is, ha csak egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. Csak úgy 5 percre. Az is valami. Azzal is segítettünk. Hogy fognám fel ezt a dolgot, Robert Kida? Ő is így gondolkodna. Csak annyit mondana. Ezt jól megcsináltad, Malacka. Magam is így csináltam volna, csak éppen más dolgom volt. Köszönöm, Malacka. És persze, Mici Matkónak is köszönöm. És hová vigyük? Hát, majd elviszük az északi sarkra, az nagyon messzi van, végtére is magányos hely. Belezavarodik, ha onnan haza akar találni Tigris úr.
másnap kangáikhoz mennek. Jobb volna, ha Zsebibaba nem tartana velünk. Legalábbis minden esetre, ha ma nem tartana velünk. Miért? Csóvi Dergősnak, úgyis követél ma reggel. Honnan tudod? Na, ugye látod Zsebibaba, drágám. Nem is volt igazi köhögés, csak valami már akadt a talkot. De jobb, ha itthon maradsz, drágám, vagy máskor. Holnap. Majd meglátjuk. Mindig meglátjuk, meglátjuk, és sose történik semmi. Úgy se lát az ember semmit ilyen csúnya esésnek. Úgy se hiszem, hogy nagyon messzire mennénk. Ja, itt vagy, Tigris. Na, menjünk. A szervus Zsebibaba készen vagytok picimat fogni. Menjünk. Hát gyerünk, gyerünk! Most, szóval picimat fognak is, vagy most? Tigriske, milyen szépen megjött. Épp jókor érkeztél, úgyis le kell most venni az erősítő orvosságból. Én már bevettem az enyémet. Na, Tigris, Tigris, drágám, hová lett Pici Mackó? Tigris elmesélte az egész történetet. Onnantól, hogy összevisz, kavargott, aztán kiáltozott, és még keresgélt is, de valahogy Pici Mackó, Malacka és Nyuszi mégsem kerültek elő. Furcsa dolog ez a tigrisekkel, hogy soha el nem tévednek. Miért nem? Egyszerűen csak nem tévednek el, ahogy itt van. Biztosan meg kell őket keresni. Gyere, Tigris! Mertek és kereshetem őket.
Kereshetem őket én is? Ma még nem, Jenny a drágám, majd máskor. Ha holnap is elvesznek téved, akkor mehetek én is? Majd meglátjuk. Akkor megtalálnánk azt, amit keresünk. Ennek nem sok értelmét látom. Én se. Pedig az elején még jól indult, aztán valami elromlott. Ha kijönnénk ebből az áramból is, aztán visszamennénk vele, akkor megtalálnám. Nézd csak, menjünk, majd itt megvárunk. Jó. Mi, Malacka, nem megyünk haza? De Mackóta talán tudod az utat? Hát, tudod, egy csupor mézot. Engem hazavárnak is. Hallom a hangjukat. Csak eddig nem hallottam, mert Nyuszi csak beszélt és beszélt, de most már hallottam, hogy hívnak. Nézz! Lili, Vici Mackó! Szervusz, Vici Mackó! Ó, drága Robert Gida! Hát, Nyuszi? Hát, nem tudom. Végül is már megtalálja. Úgy is keres már benne. Ez egy segítő és mentő tigris. Olyan tigris, amelyik ha ugrik nagyot, hát hadd ugorjon. Jaj, tigris, no, de ilyen szeretem! Ugye, ezt a régi mosogatóronyot úgy sem használunk már semmire. Ja, és ez a szőnyeg, hisz ez már csupa rongy. Dehogy nem, az mind kell,
különben nem tudom rendesen elhelyezni a bútorokat. És az különben sem mosogató rony, hanem a sálon. Hát, majd mutasd meg nekem bagolyfürdőspongyát. Jaj, ott van, ó bagoly. Hisz az nem is pongya már. Tudod, mi az bagoly, mikor már a spongya? Zsebi baba kedves. Hogy állunk az új lakásra? Találtál már új lakást, bagoly? Nemet már talált az új házat, most már csak ház kéne. Ez lesz az új házam neve. Odvaslak. Nini Füles, hát te itt vagy? Te hol voltál? Gyere, tégy is! Menjünk, bagoly! Elvallaknak. Elvallaknak. Balacka házához. Ajjaj! Na de ott nem lehet! De ha mégis... S Malacka ekkor egy nemes cselekedetet követett el. Mintha álomban cselekedne. Pont bagolynak való lakás, remélem boldog lesz benne. Hát, a ház minden esetre nagyon szép. És ha te házadat hújtom volna a szél, akkor neked is másolá kéne menned lakni. Mit csináljál, Malacka? Hát, eljönne hozzám lakni. Eljönnél, Malacka? Persze, hogy mennék, Miki Mackó. Jöjj, Mackó. Hová? Sehová. Mondd, Miki Mackó. Mit szerezte a világnak? Legjobban csinálni. Mit szeretek a legjobban? Amikor? Mi ketten Malackával elindulunk te hozzád, és ekkor szép idő van, és minden csempong, a madarak is csicseregnek, és megkérdezed, hogy Mici Mackó, el kellene egy kis izé? Én megmondanám, hogy igen, el kellene. És megkérdezném Malackát, hogy te nálad is Malacka? Szeretek a világon a legjobban csinálni? Semmi. Mici Mackó. Nos? Hajj! Mici Mackó. Nos, Robert Gidon. Ezen túl nem csinálok semmit. Soha többé. Mackó, ha majd... Tudod, ha én már nem csinálok semmit, eljössz ide néha hozzám. Még hogy én? Te, Mici Mackó. De te is itt leszel. Itt leszek. Ígérem. Itt leszek. Így jól lesz. Mackó, ígérd meg, hogy nem fogsz engem elvetni. Akkor sem, ha már 100 éves leszek. Én akkor hány éves leszek? 99. Akkor megígérem. Mackó, akármi történik, ugye? Te meg fogsz engem elvetni. Mit fogok megérteni? Semmi. Gyere, induljunk! Hová? A kánzulát.
Köszönöm.